két évvel ezelőtt központi projekt indult, egy országos projekt a vidéki egyetemek vezetésével, régiókra osztva az országot, annak érdekében, hogy minden megyei kórházban egy szimulációs központot tudjunk létrehozni, úgynevezett skill labort, amelyik azt a célt szolgálja, hogy az orvostanhallgatók, illetve az orvosok is, de egyébként az egészségügyi szakdolgozók is valósághű helyzetekben, szimulált körülmények között megfelelő eszközökön gyakorlatot tudjanak szerezni speciális helyzetek megoldására. Nyugat-európai országokban, egyetemi központokban már régóta működnek ilyen szimulációs központok, és nekem is szerencsém volt látogatást tenni Amsterdamban, az egyetemi központ szimulációs laborjában. Ezt a központot úgy hívják, hogy Adams Simulation Center. Viccesen úgy hívják azokat az eszközöket, babákat, amiket ott használnak, hogy Adams Family. Ezek a babák nagyon komoly eszközök, tehát azért ezt figyelembe kell venni, hogy nem pusztán arról van szó, hogy formájukban utánozzák a valódi embert, hanem funkcióikban. És hogyha itt körülnézünk ebben a laborban, itt is láthatjuk, hogy különböző speciális eszközök vannak, amin speciális feladatokat tudunk végrehajtani. Az intenzív osztályon, illetve az intenzív kórteremben vagyunk. Minden eszköz itt található, ami egy valódi intenzív osztályon, az eszközök valódiak. Természetesen a baba az baba. Két lélegeztetőgép, sőt három lélegeztetőgép, mert van egy úgynevezett transportlélegeztetőgép, ami arra szolgál, hogyha beteget szállítani kell más osztályra, CT-be, diagnosztikára. Egy mindentudó betegőrző monitor, egy 30 csatornás EKG készülék, a legmodernebb defibrillátor készülék, ami a mentő esetkocsijaiban is szerepel. Azon kívül egy mindentudó intenzív osztályos ágy, és egy olyan baba, akit lehet lélegeztetni, lehet intubálni, tehát magyarul légcsövébe műanyagtubust vezetni, és látható, hogy van neki tüdeje, és még a gyomrát is feltüntették, ami hát ugye itt jelen esetben a mellkasában helyezkedik el, ami valójában nem így van. A skill labor egyik legizgalmasabb része következik, egy valódi műtő, ahol minden olyan, mint egy igazi műtőben. Ebből a helységből nyílik egy úgynevezett műszermosó helység, ami már a nagy műtő része, egy átadó üvegablakkal közlekedik a műtővel, itt történik a szerviz munkája a műtőnek. Ez a műtő bemosakodó helysége, itt már maszkot, sapkát vesznek a hallgatók, szabályos bemosakodószerek vannak felfüggesztve a falra, megfelelő ideig 5x1 percig elvégzik a sebészi kézmosást, szabályosan megtanulják, és innentől kezdve már nem érhetnek semmihez, mert a Semmelweisi aszepszis elveinek megfelelően megyünk be a műtőbe, olyannyira, hogy már ajtót sem szabad nyitnunk, csak könnyökkel, és beléphetünk a műtőbe. Egy komplett műtőberendezését láthatjuk, az anesteziológia altatóorvosok területén állunk minden felszerelésükkel, egy minden igényt kielégítő legmodernebb altatógép, egy műtőasztal intubálható bábúval lehet gyakorolni a anesteziológusoknak a műtét elindítását, illetve a műtét véghezvitelét. A műtő steril részében állunk, ahol is felfektetett beteget megtanuljuk úgynevezett izolálni, tehát csak azt a területet hagyjuk ki, amit operálunk, steril kendőkkel takarjuk be. Itt látható a műtőnek az összes műszerfelszereltsége, nevezetesen a laparoszkópos eszközök, tehát a hastükrözéses műtéteknek, valamint a mellkastükrözéses műtéteknek az eszközei, és ehhez szükséges úgynevezett gyakorló boxok, ahol is látható a videókamera, imitálni tudjuk a testüreget, és a testüregbe eszközöket tudunk bevezetni. Itt láthatók a modern sebészi varrógépek, ez mind hasban, mind mellkasban alkalmazható. Ez egy vágó varrógép, amit bevezetve a testüregbe, az adott szövetet befogva vele, el lehet kapcsokkal varni, és a
gépnek a kése át is vágja a szövetet. Itt látható egy hasüregi szimulátor berendezés, amikor is a hasfalat szimulálja ez a gumilap, ez a megfelelő eszköz, amit a hasüregbe vagy mellüregbe is be tudunk vezetni, majd ezen keresztül egy trombita szeleppel, hogy ne szökjön ki a feltöltő gáz, bent vagyunk most már magába a hasüregbe, és a jelölt két kézzel gyakorolhat bizonyos feladatokat. Pár évtizeddel ezelőtt a British Airways-nél bevezették a kötelező cseklistát a repülés során a pilóták részére. És azóta, amióta ez a cseklista létezik, azóta nem történt a pilóta hibájából légi baleset. És ugye köztudott, hogy azon kívül, hogy a cseklistát bevezették, azon kívül nagyon fejlett szimulációs eszközöket is használnak a pilóták, hiszen sok embernek a életéért felelnek, és ezeknek a hatalmas repülőgépeknek a vezetését először nem valóságos helyzetben gyakorolják, hanem ezeken a szimulátorokon. Ezt mindenki teljesen természetesnek veszi, persze a pilótáknak ezt így kell csinálni. És ugye belegondolunk, hogy ha egy laikus feltenni a kérdést már egy idősebb sebésznek, én is sebész vagyok, azért merem magamat is ebbe a körbe bevonni, hogy hogyan kezdtem el a munkámat fiatal sebészként, vagy az egyetem elvégzése után, hát azt kell mondjam, hogy tele kétségekkel és bizonytalanságokkal, reszkető kézzel fogtam meg a szikét, és bizony hiába van ott a felügyelet, azért az az érzés, hogy először egy élő embert kell elvágni, megvágni, és azon manipulálni, illetve műtétet végezni, az egy nagyon nehéz érzés az emberben. Ugye folyamatosan az jár az ember fejében, hogy nehogy valami rosszat kövessek el, vagy valami hibát kövessek el. És ugye tudjuk a pszichológiából, hogy az a jó attitűd, ha valaki felvállal egy problémát, és azt megpróbálja megoldani, és nem pedig az, aki mindig fél a kockázattól. Tehát a kockázat kerülő hozzáállás mondjuk egy invazív szakmában, az egy nem jó attitűd. Ahhoz, hogy olyan invazív szakembereket tudjunk kiképezni, akik amikor először a betegek közelébe kerülnek, és az élő betegen kell bizonyos invazív feladatokat ellátniuk, azt bizonyos magabiztossággal tehessék, és ne keveredjenek egy olyan spirálba, hogy egy kockázat kerülő álláspontra helyezkedjenek, ahhoz nagyon-nagyon segítséget adnak ezek a szimulációs központok. Ultrahangos szimulációs modell. A képernyőn osztva jelentkezik egy 3D-s kép és az ultrahangos kép, ami az oktatáshoz elengedhetetlen. Tartozik hozzá egy hasi ultrahangos fej, melkasi ultrahangos fej és nyelőcsövön keresztül levezethető ultrahangos fej. Egy egészséges májnak a 3D-s képét és az ultrahang képét látjuk. 40 kardiológiai korképet tudunk rajta szimulálni, jelenleg egy egészséges dobogószívet látunk. Az egyes belgyógyászat kardiológia osztályáról érkeztem a kollégáimmal ide a Megyei Kórház Skill Laboratóriumába, ugyanis megtudtuk, hogy egy ilyen szívultrahangos modellt ki lehet itt próbálni, ami tancélosan számunkra mindenképpen nélkülözhetetlen. Tapasztalataink alapján, ahogy kipróbáltuk rövid idő alatt mind a melkasi, a transztorakális, mind a nyeletéses transzözofagiális ultrahangot, csak pozitív tapasztalatokat tudunk elmondani. A valódi életben a szívultrahangnak a tanulása akkor a legoptimálisabb, hogyha egy egészséges emberen tanulunk, akinek nincsenek különböző betegségei, ami a vizsgálatot megnehezítik. Például egy tüdőgyulladásban, vagy egy krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő beteg, aki erősen fullad, ő nem fog nekünk órákig feküdni a asztalon, hogy nyugodtan vizsgálgathassuk. Ilyen szempontból nagyon-nagyon előnyös ez a modell, amit itt most kipróbáltunk, ugyanis egy teljesen egészséges, anatómiailag korrekt szívet láthatunk. Emlővizsgáló modell, amin a női emlő vizsgálatát lehet megtanítani a hallgatóknak. 10 darab kóros képlet tapintható benne, a daganattól, a nyirokcsomókon keresztül az emlőbimbó rendellenességig, vagy a narancshéj tünetig. Katéterező modell, ahol a hallgatók, illetve a szakoros jelöltek meg tudják találni mind a férfi, mind a női katéterezést, feltölthető a húgyhólyag. Ez egy úgynevezett sztóma terápiás modell,
vastagbél vendégnyílásnak tudnám fordítani, amikor is a bél bizonyos részeit kiültetjük a hasüregre, és meg tudják tanulni a hallgatók a sztómazsákoknak a használatát, felragasztását, kezelését. Karvéna modell, a vénák 400-szor szúrhatók, majd cserélhető a kesztyű a modellen, feltöltjük folyadékkal, és a hallgatók tanulhatnak perifériás vénát szúrni. Ez egy Lucas eszköz, újraélesztésnél használják. A megfelelő mellkasi kompressziót végzi megfelelő erősséggel és ütemben. A rohamkocsik vannak vele felszerelve. Két szimulációs baba látható. Rajtuk a gerincvízvétel technikáját lehet tanulni, magyarul a lumbálpunkciónak a technikáját, amikor is a gerincvíz feltölthető, szimulálható folyadékkal a babán, a csigolyák jól kitapinthatók, és a tanulóknak lehetőségük van, hogy a csigolyák közti résben megfelelő tűvel beleszúrjanak a gerinc belőnek abban a részében, ahol már idegek nem léteznek, és ott diagnosztikus célból gerincvizet tudjanak venni. Egyben ugyanez a technikája a gerinc burki, illetve gerincvelői érzéstelenítésnek is, tehát két technikát lehet rajta gyakorolni. Ugyanez látható felnőttben egy szimulátoron. Itt van a gerincnek a űrtere, fel lehet tölteni folyadékkal, ki lehet tapintani ugyanúgy a csigolyát, de ez a modell is természetesen szétszedhető. Ez még a hátnak a bőre, ez már a hátnak a lágyrészszövete, mögötte láthatók a csigolya, és a csigolya közti résbe kell a tűt bevezetni a jelöltnek, és hogyha ott megtalálja a folyadékot, akkor jó helyen van. Úgynevezett centrális vénaszúró modell, amikor nincs perifériás vénája a betegnek, akkor egy mellkasban futó vénát kell megszúrnia az orvosnak, ami elég nehéz feladat. Itt a kulcsont alatti vénát lehet megszúrni, tájékozódási pontként a főnyaki ütőér is pulzáltatható a modellen. Intubálható baba, ami azt jelenti, hogy a légcsövébe műanyag tubust lehet vezetni, teljes élethű, az eszközök pedig a mindennapos használatban alkalmas eszközök. Úgynevezett videobronhoszkóp, tehát hörgőtükör, amivel jól látható a hangrés, és meg lehet tükrözni a légcsövet, a főhörgőket, illetve magát a tüdőt is. Deák Zsófia vagyok, 6 éves orvostan hallgató Debrecenből, és most éppen a betegnek a hörgőjébe próbálok benézni, ami elég nehéz, mert nem akar a műszer bele találni a bronhoszkóp. Kovcsák Anna vagyok, és a Szegedi Egyetemről jöttem. Most éppen próbálok intubálni. Sorsan megnézem. De sikerült is, itt van lent. Ultrahang vezérelt centrális véna szúró modell, tehát ha nem találunk perifériás vénát, akkor egy mellüregi vénába helyezzük be a kis kanült ultrahang segítségével. Meg kell választani, hogy miért kell neked az a centrális véna, mire kell, mik az indikációi, és ahhoz mérten kell neked meghatározni, hogy melyik beavatkozást mit választasz meg. De a legfontosabb az, melyikben vagy járatos. Mert ha 100%-ban meg tudod szúrni a szubklávját, és életedbe kettőt próbáltál juguláris szinten, bármennyire is jobbnak tűnik az a juguláris szinten, addig, amíg nem vagy járatos benne, addig nem biztos, hogy éles helyzetben próbálkozni kell vele. Sebészeti varrópad hallgatóknak bőrhöz hasonló megtévesztésig, és a hallgatók tanulhatják a sebvarrat technikáját. A klasszikus csomózási technikát, sebészi csomózási technikát oktató modell, ahol is a hallgatóknak meg kell tanulni, hogy ez egy feszített csomót kötni egy kézzel. Szomor Judit vagyok, 4. éves orvostan hallgató a Debreceni Egyetemen. Jelenleg a sebészetblog gyakorlatomat töltöm itt a kórházban.
Marcsik Milán vagyok, a Debrecen Egyetem negyedéves orvostanhallgatója. Most a sebészeti osztályon tartjuk kéthetes blokkgyakorlatunkat, és a gyakorlat során néhányszor át szoktunk jönni ide a skill laborba gyakorlatozni. Az érdeklődésemben az általános sebészet áll és az intervenciós radiológia, de mivel még messze van az egyetem vége, ezért ez még akár még irányba módosulhat. Lég mellett imitáló modell, amikor is meg lehet tanulni a szúrási pontokat a hallgatóknak a diagnosztikához, illetve a terápiához is. Megejtem a bőrmetszést, és utána a bőrmetszésen megtámasztják a betegek oldalról, és akkor ezzel a trokárral óvatos fúró mozdulattal átfúrom a mellkast. Nagyon nehéz. Egy nőgyógyászati ultrahang szimulátor készülék. A nőgyógyász kollégák megtanulhatják mind az egészséges, mind a kóros ultrahang képeket egyben 3D-vel ellenőrizve. Ez egy holografikus szemüveg. Ezt az eszközt főleg arra használjuk, hogy a valós ultrahangos és a szimulált ultrahangos szimulátorainkkal összeköttetve egy holografikus képet tudunk kivetíteni, és amelyet a szemüvegen keresztül tudunk vizsgálni. Különböző anatómiai képleteket tudunk felvetíteni, és szülészeti szimulátor is működik a szemüvegen keresztül. A szemüveg érdekessége, hogy igazából egy betáplált, beleprogramozott grafikus kép, úgymond egy képnézegető van benne, ami az irányításunkkal válik valósá, tehát gesztusokkal, csettintéssel, hang irányítással tudjuk ezeket az anatómiai képleteket beállítani, változtatni, akár fizikai torzóba vele tudjuk vetíteni az anatómiai képleteket. Ezt a holografikus szemüveget külföldön már többféle intézményrendszer használja. Ennek az a nagy előnye és nagy segítség a hallgatóknak, hogy ha egy ember vizsgálódik egy fizikai torzón, akkor egy vezetett tanóra keretében akár 30 holografikus szemüveget viselő hallgató tudja azt figyelni, amit az oktató mutatni akar a fizikai torzón. Most, hogy ezt itt Miskolcon is ki tudtuk építeni, és mint mondtam, ez egy országos projekt keretében épült ki, azt lehet mondani, hogy nem csak utolértük Európát ebben a vonatkozásban, hanem én azt gondolom, hogy Európa élvonalába kerültünk.